Tavaszi faültetések, a lakók kéréseit is teljesíti a városüzemeltető. Boltnyitás Hanságligeten önkormányzati segítséggel. Az elűzöttekre emlékezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, ezek a JTV hírei! Nem csak egyedül ültettek fákat a városüzemeltető munkatársai a napokban, lelkes segítségük is akadt. A tavaszi városi faültetési akció keretében most a lakossági kéréseket teljesítik. Azokét, akik korábban jelezték, házuk portájuk előtt szívesen látnának új ültetett fákat, fasorokat. Az elkezdett munkához így sok lakó csatlakozott, például az elsők között sorra kerülő Várbalogi utcában. Itt szimbolikusan a városüzemeltető vezetője Bella Sándor is lapátot ragadott, hogy közösen ültessen a lakókkal, elindítva az idei akciót. De többek között a Jókai utcában is dolgoztak az ásók. A tavaszi faültetés során közel 50 nagyobb csemetét ültetnek el, amikből a pótlásokra is jut, vagyis a korábban ültetett fasorok meg nem élet egyedeinek kiváltására. A klímaváltozás hatásainak mérséklésére, az egészségmegőrzés és az árnyas utcák érdekében János Somorja már több éve fektet hangsúlyt a fásításra, pályázati és saját forrásból egyaránt, évenként több száz kis csemetét és nagyobb fácskát telepítve. Ennek keretében a város főútjainak fásítása is csaknem teljessé vált 2023-ra. A helyi németség kitelepítésére emlékezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat szombaton a Szentpéteri templom falán álló emléktáblánál. A német nyelvű misét követő tiszteletadáson elsőként Neuberger Jászmin mondta el Grete Marcsik Neuberger Dalhazámhoz című versét. A Mosonszolnokról kitelepített, majd nem sokkal később visszatelepült Grete verseiben, novelláiban a Heidebauerek emlékeit igyekezett megőrizni. A németség nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetősége helyezett el koszorút, majd a város nevében Bella Zsolt alpolgármester tisztelgett, és a helyi Heidebóden Német Kulturális Egyesület is fejet hajtott a tábla előtt. Ezután a Nezsiderből érkezett Gabriel Kozuch atya mondott német nyelvű áldást és tisztelgő gondolatokat. A kitelepített mosonszentpéterieket és mosonszentjánosiakat 4 vonat szállította Németország különböző területeire 1946. április 20-ától, ami akkor Nagyszombatra esett. A két település összlakosságának több mint felét a német ajkúak kétharmadát telepítették ki, a névjegyzék tanúsága szerint több mint 4800 főt. De a kitelepítés előtt sokan menekültek a szomszédos Ausztriába is. Ezzel a mai János Somorja a kitelepítés 8. legtöbb lakosát veszített magyarországi települése. A megemlékezés programja a Balassi Bálint Művelődési Házban folytatódott. Itt a korábban már bemutatott, helyi vonatkozásokat is tartalmazó Mis Vábok című könyv most megjelent német fordítását mutatták be Bihari Zoltán szerkesztővel és a helyi társszerzőkkel közös beszélgetésen. Kuriózumként a résztvevők megtekinthették a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában őrzött Mosonszentjánosi kódex ritkaságszámba menő másolatát is. Reggelit vehetnek az iskolába indulók, az idősek elsétálhatnak a közeli boltba, ha a készülő ebédhez lenne szükségük valamire. Egyszerűnek hangoznak, mégis Hanságligeten évek óta nagy gondot okozott, hogy nem volt helyi élelmiszerbolt. Most önkormányzati támogatással, szociális szemlélettel nyílt meg. Kedves már-már családias hangulata nemrég megnyílt Hanságligeti kisboltban, és a legfontosabb, ha nem is széles, de a szükséges árukat biztosan tartalmazó termékskála. János Somorja Hanságliget település részén már 5 éve zárt be az élelmiszerbolt. Azóta az itt lakók jó részt a mozgóárusokra és a heti 1-2 nagy bevásárlásra voltak utalva, ami kocsival is megterhelő volt, de sokan vonattal, busszal voltak kénytelenek megoldani. Ez főként az időseknek és a kismamáknak jelentett nagy akadályt. Hogy nézett ki a bevásárlás korábban? Nagyon nehéz, mi, hogy nekem nincs jogsimba, a kocsival vonatta, a busza, nagyon nehéz megoldani. Úgyhogy várni kellett vagy a férjemre, vagy az apura, hogy itthon legyenek. Úgyhogy rettentő jó, hogy itt van bolt most. Örülünk neki nagyon. A bolt reggel nyit, estig, de 11 és 14 óra között zárva tart, mert akkor egyáltalán nincs vásárló. A többi időszakban azonban nagy a nyüzsgés. Gyerekek ugye azok reggel így megrohannak. Tehát azok tényleg, meg vannak délután, munka után kijön be, ugye kenyér és zsömlér van, aki kimondottan örül, hogy újra ez a kenyér van. Az üzletet Molnár Gábor egyéni vállalkozó önkormányzati képviselő nyitotta meg.
A testület asztalán már évek óta ott volt a Hanságligeti bolt ügye, meg is kerestek vállalkozókat sikertelenül. Így lépett maga az önkormányzat és a testület egy tagja. Ami kell a mindennapokra, azt igazából megkapja. És ez volt itt a cél. Nem csak nekem, hanem a testületnek is. A város helyiséget biztosított jelentős bérleti kedvezménnyel. Már ugye 5 éve nem üzemelt élelmiszerbolt, tehát még mondjuk egy más városrészen, vagy egy más városban egyértelmű, hogy az emberek be tudnak menni egy boltba vásárolni, az itt ezen a városrészen ugye nem adatott meg, és ezért kellett egy szociális érzékenység arra irányulóan, hogy a képviselőtestület, illetve mi jó magunk egy olyan közös koprodukciót rakjunk össze, ami igazából az itteni városlakóknak, vagy itteni település részen lakóknak a mindennapos életét megkönnyíti, és ez úgy mutatkozott meg, hogy az önkormányzat egy kedvezményes bérleti díjjal biztosítja ezt a kisebb helységet, amiből a cégünk gyakorlatilag kialakította ezt a jelenlegi bolthelységet, és ezáltal az itt élőknek próbáljuk a mindennapos életét megkönnyíteni. A Ligeti bolt így egy kicsit szociális szempontú szolgáltatás is, magas, gyors profitot legalábbis nem vár a vezető. Újra a pacalos kondérok köré gyűltek a különleges étel János Somorjai rajongói szombaton a Művelődési Ház udvarán. A 2018-ban elkezdődött pacalfőzésen mára már 12 csapat indult, így közel 100-an sűrögtek-forogtak a kondérok körül. Még idén is csatlakozott 2 új baráti kör az előző évek gárdáihoz, hangsúlyozta Zalán Szabolcs szervező. Idén már egy helyi vállalkozó jóvoltából az érdeklődők is vásárolhattak egy-egy tányér pacalt. Minden marhabendő baráttársaság komolyan készül a díjakat nem, de baráti elismeréseket bőven osztó megmérettetésre. Évek óta bevált receptek készülnek, főként a klasszikus vonal dominál, így pacalpörkölt vagy csülkös velős pacal készül leginkább. De a különlegességek iránt érdeklődők is találnak itt elleshető recepteket, fogásokat. Volt már pacalos hamburger, pacalleves és rántott pacal is az évek során. A társaság szeretné a jövőben turisztikailag is vonzó rendezvénnyé bővíteni a János Somorjai pacalfőzést. Kedd este a Művelődési Házban az Emil Rulesből és a Dalfutárból is ismert Hegyi György kalauzolja az érdeklődőket a legendás magyar dalok világába. Jövő héten a költészet napja jegyében is számos programot kínál a város. Ilyen a kedd délelőtti babaolvasóklub, vagy a csütörtöki könyvtári irodalmi kávéház és a Művelődési Házban rendezendő kvízest. Szombaton pedig a Művelődési Házban a Rizikófaktor zenekar 10 éves, megújított előadása kalauzol el minket a pesti irodalmi kávéházak világába. Ezek voltak a hét legfontosabb hírei, köszönöm figyelmüket, szép hetet kívánok, viszontlátásra!